A Paksi Tavaszi Művészeti Fesztivál ötlet gazdája ProArtis Művészeti Iskola volt. Negyedik éve együtt szervezik a program sorozatot a Csengei Dénes Kulturális Központtal. Az idei fesztiválra 7 helyszínre 25 programot terveztek, amelyek sorában csütörtök este a Művészeti Iskola tanárainak koncertjéhez érkeztek. Nagyon fontos az, hogy közel vigyük az emberekhez azt, amit csinálunk, hogy megmutassuk nekik. Így tudunk növendékeket toborozni. Az alapgondolat is ez volt, amikor ezt kitaláltuk, hogy nagy rendezvényeinket egybe tömörítsük egy fesztiválba, és az összes művészeti ág megmutassa magát nyílt napokon, különböző előadásokon. Ennek megfelelően része volt az idei fesztiválnak az intézményben tanulható művészeti ágak bemutatkozása nyílt napon, a Családok a színpadon elnevezésű est, illetve a tanárok hangversenye. Ma este az úgy állt össze, hogy mindenki otthon magában a kis csapatok próbáltak, és aztán a mai napra kiötöltük, hogy mikor szeretnénk próbálni. Úgy gondoltuk, hogy egy korai próbával kezdünk, mert akkor egy picit van még arra is időnk, hogy egy picit elengedjük magunkat a próba után, és aztán már teljesen felkészülve tudjunk a közönség elé állni. A ProArtisban jellemző, hogy a pedagógusok tagjai valamilyen zenei formációnak, például többen énekelnek a Városi Vegyes Karban, illetve a Simon Péter alapította pedagógus kórusban, ezzel is példát mutatva a növendékeknek. A hangverseny a fesztivál mellett a zeneiskola alapításának 40. évfordulóját ünneplő programok egyik állomása is volt.